Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Elhoztam nektek a kipper kártyáimat, nézzünk bele, mi vár rátok a héten, a heti kilátás milyen lesz, mit kell, hogy tudjatok. Belenézzünk a kártyákba, jó? Hát nézzünk bele, szóval, hó, hát ti rátok a munka vár. Sok munka gondolatban is erre gondoltok. Valami nyugtalanság van, ami nyugtalanságot okoz, de úgy látom tényleg, hogy te egy nagyon jó lelkű egyéniség vagy, és szeretnéd ezt a nagy szerencsédet megtalálni, úgy látom, ezen gondolkodsz te is, hogy hogy találd meg a szerencsédet, és ebbe vagy belebetegedve. De ha úgy gondolod, hogy hogy találod meg a szerencsédet, akkor nem találod meg. Szóval az kell, hogy hálás legyél, hogy befogadjad az ajándékokat, és akkor váratlanul lesznek dolgok. De hogyha a vesztességre és a negatív személyekre gondolsz meg, hogy mi ment negatívul az életedben, ez kell tényleg, hogy megtaláld az egyensúlyt itt közöttetek, szóval és akkor, vagy nálad, akkor lesz ez ilyen pozitív változás, és én azt látom, hogy akkor érkezel meg magadban, és úgy látom tényleg, hogy hát erre vágysz már, hogy megérkezzél magadban, hogy látva legyél, szeretve legyél, mint nő. Ez foglalkoztat tégedet már gyermekkorod óta, hogy szeretnél egy ilyen új kezdetet, és ezt várod már, vagy legalább egy 3 hónapja ettől a szívhercegettől, hogy ez létrejöhessen közöttetek valójában. Hát olyan nagyon fiatalnak érzed magad, olyan szerelmesnek, és valamit transformálsz. Lehet, hogy tényleg a pénzzel kapcsolatos, hát igen, a hiedelmeket, a bőséget és a szegénységet, ezt transformálod, és ezzel, azzal, hogy ezt transformálod, beindulnak a változásokra. Rakjuk csak ki a kártyákat, kirakjuk hetet, rakunk egy sorba, jó? Kirakjuk 4-szer a hetet, az 28, és akkor azért, hogy lássátok mindet, ezek is a kipper kártyák, de látjátok egy kicsit másmilyenek, szóval ezt a videót egy kicsit előbb készítem, ez most nem vasárnap van, hogyha halljátok, hogy a mesterek fúrnak, akkor tudjátok, hogy vasárnap nem dolgozok itten, és ezt előre készítsük, hogy pénteken készek a videók, hogy megcsináljuk, azért még ma nálunk munkanap van, de ez vasárnapra szól. Na most tudod, 8-at fogunk kirakni. Nézzünk csak bele, és hogyha személyes elemzést is kértek, kérlek benneteket, hogy vasárnap ez nem hobbi, ez munkahely, és vasárnap az iroda be van csukva, szóval írhattok e-mailt rám, persze, de vasárnap csak vagy különös napokon fogadok feleket, vagy ha benne vagy a coaching programba, akkor esetleg, na ilyesmi. Na nézzünk csak bele. Hát itt a szívherceged, most megnézzük tényleg ezeket a napokat, kezdjük, hát te is itt vagy, hűhaj, na ez nagyon jó, hogy milyen lesz a hetetek, most belenézünk, na és akkor kezdjük ezt a hetet, szóval 18-a, 19-e az hétfő. Na most ezen a következő héten lesz az őszi napforduló, igen, és lesz még két Vénusz állás is, ami játszik itt egy szerepet, valamint lesz még az új hold, igen, és az új holdnál nagyon jó, mindig valami újat tudtok kezdeni, és ez játszik itt egy szerepet, azért rakjuk csak ki ezt. Igen, 8-at raktunk ki. Hát hogy lesz a 18-19-e? Ó, lehet, hogy ezen a héten valami utazás jön itten be, hogy elutaztok valahova, az meg lehet, hogy vagy terveztek, vagy váratlan bejön valami utazás, vagy te vagy a lélektársad, úgy látom. És azt látom tényleg, hogy van neki tényleg titka is,
Hát, hogyha őtet meglátom, valami nyugtalan titka, valamire vár, erre gondol ő már, és szeretne veled találkozni. Veled kapcsolatos a titka. Lehet, hogy elutazik, és ez a titka. Lehet, hogy ő fog elutazni, szerintem ez a titka. Most nézzük meg a te oldaladat. Hát te nagyon kifelé nézel, hogy szeretnéd egyensúlyba hozni a dolgokat, de a tudatalattidban ott van ő, hogy vele is valami létrejöhetne, erre gondolsz, vársz már erre gondolatban is, és szeretnéd tényleg, hogy ő hozzád áruljon. Szóval az első napon, szóval ez most vasárnap hétfő, 18-19-én, úgy látom, hogy a munkáról lesz gond, vagy a munkáról gondolkodsz, vagy a munka lesz a téma, az otthon lesz a téma, lehet, hogy az is téma lesz, hogy valahova szeretnél utazni, az is téma lesz, a pénz is téma lesz, az otthon, a veszteség, de a vágy is. Hát azt tudjátok, hogy szoktam mondani, hogy ez nem lehet, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta megmaradjon, hogyha szeretné utazni, akkor elköltöd a pénzt. Ennyi. Akkor ez 19-e, akkor 20-21-én, 20-án van egy Vénusz trigon Uranusz, az pedig azt jelenti, hogy több harmóniát lehet a kapcsolatban itt teremteni. Szóval lehet, hogy a harmónia kell a kapcsolatban veled, itt van te meg ő, hogy ebből lehet valami, nyilvánosan létrejöhet, lehet elég kis nyugtalan energiát érzetek gondolatban is, mert nagy az elvárásotok, hogy összejöjjetek egymással, ez lehet játszik egy szerepet. Itten, és lehet, hogy ez ilyen feszültséget okoz, és akkor mondtam 20-21-e, akkor 22-23, itt van az őszi napforduló. Azt látom, hogy sok a munka, gondolkodtok, dolgoztok rajta mind a ketten, és úgy látom, hogy egy minek mondjam eztet még, hogy egy nagyon pozitív kisugárzásod van, és olyan bőségben vagy benne, de valami változás lesz itten, úgy látom, hogy habár azt úgy gondolod, hogy a munkádon keresztül ez a kisugárzás, de feljön lehet, hogy te benned, vagy a lélektársadban mindig valami vesztesség gondolat, vagy mindig ez a szegény gondolat, hogy jaj, lehet, hogy ezt létre bírom hozni, vagy nem, vagy mi, vagy hogy. Ezt kell, hogy megoldjad, hogy eltranszformáljad, elengedjed ezzel a napfordulóval. Inkább a bőségbe menjél, hogy mit aratsz most, azt jelenti, és akkor beindulnak a változások itt az új kezdet, és akkor nem leszel beteg. Ezt én mindig mondom, hogy a kollektív tudat szint szerint is, ha bár drága az áron, drága minden, de hogyha kollektív tudat szinten tényleg emeljük a rezgésünket, és arra gondolunk, hogy mindenből elég mindenkinek meg lesz, hogy a legjobb módon minden alakul, akkor lesz megoldás erre az egészre. Most nézzünk csak bele, hát én úgy látom, hogy most ez 23-a, 24-e, 25-e, ez mit jelent szombat, vasárnap? Hogy Vénusz opozíció Neptun, az azt jelenti, hogy itt meg azt a vonzó energiát érzed, annyira kötődni a partnerethez, látod, mint itt a házasság itt van, és a szerelmi szeretet itt van, és akkor ez ilyen ajándékként jön be neked, meg persze az új hold a mérlegben van, az egyensúlyt teremt, és akkor itt látod, váratlan pénz is bejön, a szerencse is bejön, csak nem kell negatívan gondolkodni. Kérd meg az őseidet, most mondjuk, hogyha távoztak is, hogy segítsenek, vagy a mennyeiket, az őseidet, hogy adjanak valami impulsz, vagy mutatást, hogy ez pozitív irányba haladjon közöttetek. Hát ilyen lesz a hetetek. Remélem ez tetszett nektek. Ha tetszett, írjátok be nagyon szívesen a kommentba. Köszönöm nektek, sok szeretettel várlak benneteket holnap is. Gyertek fel! És köszönöm nektek, sziasztok!